információval tudunk szolgálni, tehát meglehetősen rövid, de hatékony választmányi ülést tartottunk, és a választmány 125 tagja van, egy tartózkodás mellett fogadta el az MSZP országgyűlési listáját és Európa Parlamenti listáját. A érdemi vita volt, sok módosítási javaslat nem érkezett, és ennek alapvetően az oka, amit a pártelnök is említett, hogy a elnökség által beterjesztett lista megfelelt a választmány által elfogadott alapelveknek, mert ennek megfelelően nagy meglepetést a listán, a lista senkinek nem okozott. Egyetlen módosítást kezdeményezett a választmány és fogadott el, ezt viszont elfogadta az országos elnökség is, úgyhogy a mai sajtótékozatot be tudjuk jelenteni, hogy a párt alapszabályának megfelelően a két választott párttestület egységes javaslatát tudjuk a jövő szombati kongresszus elé vinni. Volt egy másik napirendi pont is, a választmány elfogadta a szocialista párt választási programját, hogy az elmúlt egy évben a legfontosabb feladatunk az volt, hogy elkészítsük a szakmapolitikai programokat, a gazdaságpolitikai, oktatáspolitikai, egészségpolitikai programot, és ennek az összegzése az a választási program, ami szintén a szombati kongresszus elé fog kerülni, ott fogja az MSZP kongresszus elfogadni, és ezzel az alternatív